Kocsár úgy szól az emberiséghez, hogy zenét ír. Azért ez nagy dolog. Komponálásnak három gyönyörű pillanata van. Az első az, amikor az embernek eszébe jut valami, és olyan impulzus éri, ami miatt a fantáziája elkezd működni, és szinte lejátszódik a fülébe, agyába az egész folyamata a zenének. Hát ez gyönyörű dolog. És utána elkezdi, gyorsan előkapja a papírt, ceruzát, és kezdi írni. Hát ez nem olyan gyönyörű, sőt, igazán ízottságszagú időnként. És akkor írja az ember, halad előre, amerre a zene kívánja, és egyszer csak fölsejlik a lehetősége, hogy na hát, itt már befejezéshez közeledünk, és nem tudom, hány taktus után már kész a darab. Hát ez egy gyönyörű pillanat, leesik a nagykő az ember szívéről, hogy megoldotta, és akkor jön, miután megvan ez az ív, az apró részletek kidolgozása, még alakítása, csiszolása, és akkor jön a harmadik pillanat, ami a legizgalmasabb, a szembesülés vele, amikor előadják a darabot, és az ember ott ül a nézőtéren, és kénytelen, mint hallgató befogadni mindazt, amit írt. Kivételes füle van, hallja a hangokat, olyan, mint aki az állatok nyelvén tud beszélni, ő meg a hangokat hallja, hogy most hova mennek, és követi. Minden nap fölkelek, kinyitom a számítógépet, aztán valahol kikötök. Egyébként elmondhatom, hogy én saját magamnak alig írtam darabot. Mindig valakinek írtam. Azzal a reménnyel, hogy elő fogják adni. És ez be is vált, mert esetek többségében előadták, és örömöm telt benne. Hiszen a közönségnek, meg az előadóknak írjuk a darabokat, és az a célja, hogy elhangozzék. Ha nem hangzik el, akkor az nincs, az holt papír néhány pöttyel rajta.